sikeres évet zártak a horgászok, emelkednek a bérek az egészségügyben, változik a kenyér ára, új dalt írt és forgatott a karcagi zenész. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. január 22-én 18 óra 5 perckor. Jó évet zárt az egyik legnagyobb tagsággal rendelkező Nagykun Horgász Egyesület, tudtuk meg Kalocsai László elnöktől. Az elnök szerint sikeres volt a tavalyi évük, bár ez egyénileg függ attól is, ki mennyit tud kijárni horgászni. Hal van a tóban, de idő is kell, hogy horogra akadjon. A legtöbben pontyot fognak, de folyami harcsát, amúrt, kárászt is. Az elmúlt évben 34 mázsa pont lett telepítve a téglagyári horgásztóba. A legtöbben azért pontyot fogtak pár törpehar, vagy folyami harcsát is, aztán pár amúrt, kárászokat is fogtak, de inkább a pontyfogás volt a jellemző. Hát az elmúlt évben tulajdonképpen 34 mázsa pont lett telepítve a téglagyári horgásztóba. Harcsát, azt is fogtak egy pár harcsát, ugye még nem volt meg pontosan az évvégi fogásoknak az összesítése, úgyhogy pontosan nem tudom, hogy hány darabot fogtak, de fogtak harcsát is, aztán egy pár sülőt is fogtak, szerintem csukát is fogtak. Ősszel a csukából pár szép példány elpusztult, de a rekkenő hőségben nem volt jelentősebb halpusztulás. Sajnos a csukából ősszel egy pár darab elég szép példány az elpusztult, de nem tudjuk, hogy miért, hogy csak a csuka pusztult el, mert más nem pusztult. A legnagyobb gond a víz utánpótlás, mert ha melegszik a tó, a többi tó is melegszik, és a vizet a másik tóból tudják pótolni, de sokszor az is túl meleg, így levegőztetőket is üzemeltetnek. Ugye ez a legnagyobb gondunk mindig a vízpótlás, mert hogyha melegszik a tó, ugye a többi tó is melegszik, és csak azt a vizet tudjuk sajnos pótolni a másik tóból, de sokszor annak is ugyan az a baja, hogy túl meleg, és lehet, hogy nem egészen jó az összetételed, azért megpróbáltuk, hogy levegőztetőt is üzemeltettük, és tehát a vízpótlást is azért megcsináltuk, két helyen ki lett szélesítve, különben majd azt is meg lehet nézni, ahonnan lenti tavakból, ahonnan át tudjuk emelni a vizet, ezt is megcsináltattuk. Az elmúlt évben három versenyt tartottak. Az augusztus 20-ai ünnepek alkalmával a Horgász Egyesület tagjai vehettek részt. Szeptember-október elején gyerekverseny és házi versenyt is tartottak. Minden évben általában három versenyt szoktunk tartani. Az első az augusztus 20-ai ünnepek alkalmával beiktatott horgászverseny, amely a város horgászai részt vesznek, akik a Horgász Egyesületnek a tagjai, tehát nem kell, hogy itt horgászanak a tavon, ezt minden évben megtartjuk. Aztán szeptember-október elején a gyerekversenyt, illetve a házi versenyt is meg szoktuk tartani, tehát ezt a három versenyt rendezzük évente. Volt, akinek sikerült fogni halat. Volt, akinek nem, mert a szakember szerint az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy szerencse is kell a horgászathoz. Folytatódnak a tárgyalások az egészségügyi béremelésekről. Arról tájékoztatták a Karcag Televíziót, hogy a kormánynak különösen fontos terület az egészségügy. A kabinet elkötelezett a betegellátás színvonalának növelésében, az egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek és anyagi megbecsültségének javítása mellett. Ezért tartották meg a folytatólagos sztrájktárgyalások idei első fordulóját a tárca, valamint az ágazati reprezentatív szakszervezetek a magyarországi munkavállalók szociális és egészségügyi ágazatában dolgozók demokratikus szakszervezetek, szervezete, mint főtárgyaló, továbbá a mentő dolgozók önállók szakszervezete részvételével. A megbeszélésen a reprezentatív szakszervezetek stratégiai partnereként a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészeti Kamara képviselői is jelen voltak. A témák között szerepelt a szakszervezetek és a minisztérium közötti együttműködési megállapodás kiegészítése az időközben elért tárgyalási eredményekkel, valamint az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsültségének további növelése. Ezen kívül hangsúlyosan foglalkoztak a MOK-nak tavaly a paraszolvencia kivezetése érdekében benyújtott bértábla módosítási igényével, valamint a gazdasági, műszaki és háttérszolgáltatás nyújtók bértáblájával is. A MOK új vezetősége új bértáblát szeretne, és a szakszervezeti főtárgyaló is a tavaly benyújtott bértábla emelését indítványozta.
A felek megállapodtak abban, hogy az egészségügyi struktúraváltással és finanszírozással kapcsolatos munkában is együttműködnek. Egyetértettek abban, hogy az egészségügyben dolgozók közalkalmazotti foglalkoztatásának kiszámíthatóan és igazságosnak kell lennie. A főtárgyaló vállalta, hogy a héten újból egyeztet a stratégiai partnerekkel és végleges bértávráról is, miután a MOK kedden megváltoztatta a korábbi álláspontját. Tájékoztatták televíziónkat. 3-5 forinttal növelik a liszt átadási árát a malmok január végén. A pékségek pedig 10-15%-os emelést terveznek a következő hetekben. Sütik a kenyeret ebben a kézműves karcagi pékségben. A minőségi pékáruk ára valószínűleg nem fog változni, de például a multik kenyere is drágulni fognak, mondta Laci Grénesné, a karcagi kerekcipó pékség vezetője. Mi, hogyha ezt a 350 forintos fogyasztói árat tudjuk tartani, akkor mi ezzel elégedettek vagyunk, mint ahogy tavaly sem vittük túlzásba. Hát van, aki ilyen olyan hókusz-pókuszról mesél, meg külföldről hozatott liszt egyebek, és nyilván az megdrágítja. Mi maradunk amennyire lehet magyar alapanyagoknál. Egy 4 fős család naponta megeszik nagyjából 1/2 kiló kenyeret. Egy kiló kenyér átlagára tavaly 309 forint volt. Egy hónap alatt 10%-os áremelés mellett a havi plusz több mint 400 forint kiadás jelent. Hát ilyen 10-15%-os áremeléssel kell számolnunk. Ez üzletenként, pékségenként változik, nyilván más a technológia, mások a költségek, nálunk olyan 350 forint lesz egy kiló kenyér fogyasztói áron. Az árak emelkedését nem csak a lisztár befolyásolja. December óta már csak ilyen leveleket kapunk, hogy minek emelik az árát. Igaz, hogy a kenyérben nincs kakaó, margarin többnyire, de minden alapanyagtól kezdve a járulékos anyagig mindennek emelkedik az ára. Nálunk is ugyanúgy emelni kell a béreket, és ez nem csak amiatt van, hogy esetleg kevesebb pék van a szakmában, mint amennyire szükség van, hanem egyáltalán mindenhol béremelés van, ezt már megszoktuk, hogy január, akkor béremelés. A béremelés járulékemelést is, vagy többletjárulék költséget is von magával, tehát az ilyenkor mindig nagyon megemelkednek a költségeink. Fejenként évente közel 70 kiló élelmiszer dobunk a kukába a Nébik maradék nélkül programjának felmérése alapján. Ez olyan, mintha minden héten kidobnánk 1 kiló kenyeret és pár szem zsemlét. Az árak emelkedéséről megkérdeztünk néhány karcagi vásárlót is, mit szólnak hozzá. A kenyér ára? Meg a lisztára? Hát ahogy a bérek emelkednek, ez természetes, hogy ezt is emeljék. Kenyér, meg tej, meg ez az alapvető élelmiszereknek nagyon olcsónak kellene lenni. Nagyon. Hogy ezt mindenki minden nap meg tudja menni. Már most szelektálunk, és én is úgy döntöttem, a család nem fogyasztja el az 1 kilót, de a 1/2 kilós drágább. Új dalt írt Lázók Zola, karcagi roma származású zenész. A szövegírót egy YouTube bejegyzés inspirálta az alkotásra. Hírstúdiónkban már itt van. A részletekről kérdezzük. Köszöntelek, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat stúdiónkban. Szép jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket is. Nemrégiben jelent meg az új klipped, minek apropóján most beszélgetünk, de kezdjük az elején, mutatkozz be néhány mondatban, mit lehet tudni rólad? Lázók Zoltán vagyok, ahogy említetted, Zola Music néven ismertebb a zenei karrierem. Igazából az új dalomról a kérdésed annyi, tehát, hogy nemrégiben valóban elkészült az új klippem. Egy barátommal, aki tehát szintén zenésztársam, Mr. Anderssal karöltve, akivel megírtuk ezt a fantasztikus kis dalt, és igazából egy a refrén, amit írtam, tehát egészében, tehát egy internetes kis hülyeségnek a hatására csapott belém, mint a villám. A Főzni nem kell, mosni nem kell című klip, tehát van egy olyan, hogy a villamoson utazik egy idősebb házas pár, aki tehát Miskolci járaton, és itt a állapotban is egymásnak mondják, hogy főzni nem kell, most nem kell, és akkor csat lőnek egy kis pofont. Ebből a kifolyólag igazából született a refrén. Ami tehát most annyit, hogy egy Egyesült Államok oldalára elkerült,
YouTube fiókommal valami kis probléma van még, tehát most beállítások folytatódnak, aztán már több mindenki meg tudja majd tekinteni ezt a szuper kis dart klippet. Igazából úgy nagyjából így született a refrén, amit írtam. Így van, ez már az új klip, az új dalról szól. Mikor kezdtél el zenélni? Beszélgessünk azért arról is. Volt-e olyan, aki inspirált téged ebben? Van-e példaképed is? Ha nem énekelsz, hogyha nem a zenével foglalkozol, akkor miben dolgozol a hétköznapok folyamán? Igazából nem ma történt ez a dolog. Igazából zenész családból származom. Nagyapám még, tehát aki nagy, szuper nagybőgő is volt régebben, tehát jártak lakodalmakba, muzsikálni, stb. Nagybátyám meg egy kiváló prímás volt. Biztos gondolom ebből adódóan gitározom is, tehát az ének gondolom ebből adódóan jött. Meg nagyon sokat, két előadó inspirált régebben, már akkor is régen, tehát a Burai Krisztián. Nem, akik ismernek, ők tudják, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk, tehát nagyon jó barátságban. És igazából ő az én, mondhatom, hogy egyengeti a karrieremet, producerem, akinek nagyon sokat köszönhetek a mai napig ebben a szakmában, mert nélküle szerintem nem igazán menne. Meg nagyon régen még Karamell inspirált. Kikkel dolgozol még együtt? Említetted Mr. Andrást, aki ugye a klipben is szerepel, Burai Krisztiánt, most Karamell, de nyilván ez egy team munka. Persze. Ki az, aki még neked segít? Herceg Dávid még nagyon sokat, tehát ő is segítkezik. Góré, aki tehát ő is. Igazából így nagyon jó kapcsolatban vagyok nagyon sok emberre, de akik segítenek, ők nagyon szűkör. Igazából, mert ez egy nehéz szakma. Tehát, hogy nem tud az ember mutatni, akkor igazából nem nagyon foglalkoznak vele. És de benne van, valahol megértem őket, nagyon sok a munkájuk, nekik is van egy életük. Nem azt kértem, nem is kértem tőlük, hogy segítsenek, csak ez a barátság a fellépéseken, ahogy tehát találkozunk, beszélünk, meg többször a telefonokon tartjuk kapcsolatot, közösségi oldalakon. Így aztán az emberbe tudod, megragad egy ilyen utánuk vágyódási vágy, ami tehát, hogy milyen jó, ha a karrierük jól csinálják, és akkor az embert inspirálják, hogy lépjünk arra az útra, tehát mi is, aki tehát esetleg zenélni vágyik, tehát vagy nem kell feladni, mert én is csak cover dalokkal kezdtem, akkoriban még. Ez mit jelent? Azt, hogy ő, tehát a komolyabb előadóknak a dalait megpróbáltam elénekelni hasonlóképpen. De kisebb-nagyobb sikerrel mindig, tehát voltak kudarcok, aztán kerestem kiadókat a saját dalaimmal, eltoltak, hogy nekik ez nem, tehát ez nem az asztaluk. Úgy gondoltam, hogy nem ér semmit, amit megírtam. Aztán egy régebbi dalommal, egy másfél éves körül, egy dalommal, Nem várok már című dallal, berobbantam egy kicsit jobban a köztudatba, mint kellett volna. Tehát én is meglepetésemre, kellemes meglepetésért ezzel, amit szintén Burai Krisztiánnak köszönhetek, ugyanis a zenei alap és szöveg behatására, tehát megírtuk ezt a dalt, a zenei alapot azt ő, a szövegben is nagyon, tehát maximálisan segítkezett, és igazából ez a dal azért is olyan sikeres, nagyon közkedvelt ember, akit tehát mindenki ismeri szerintem, aki tehát zenét egy kicsit követi, tinédzserek és úgy az idősebb korosztály. Igazából tehát így jött meg a siker jobban, és ez még jobban inspirált afelé, hogy tehát készítsek klippeket, dalokat, írjak tovább új dalokat. Ez volt az első dalod? Ez volt az első, és komolyabb klippem. És ehhez készült az első klip is? Így van. A Nem várok már című videoklip, ami elérhető a YouTube-on, meg egy közösségi portálokon is még. Mi a háttér munkája egy ilyen klipnek? Nyilván sok mindenre oda kell figyelni, a vasbanyagban. Igen, hát hatalmas meg castinggal kezdődik, mert ugye ha érintő lány főszereplőt, már pedig minden klip majdnem a szerelemről szól, szakítás, csalódás, boldogság, stb. Mindig kell bele egy lány klip, egy lány főszereplő. Ez egy castinggal épül föl. Tehát, hogy közösségi portálokon megosztott castingot hirdetünk. És hogyha valaki ezt megnyeri, akkor ő tehát azonnal megfelel ezeknek a dolgoknak, tehát a klipben való szereplésnek, hogy ő most ebbe a karakterbe beleillik, akkor
megnyerheti ezt a főszerepet, és szerintem ez egy elég jó buli részükről. Igazából, tehát hatalmas munka van benne a háttérben, tehát van, amikor két, meg több napos is, egy klipforgatás, egy jól felkészült klipforgatás, ami tehát igazából, tehát úgy zajlik, hogy megnézzük a virtuálisan először, hogy a hely, mi az alkalmas hely erre, a klipre összerakjuk először a forgatókönyvet, elmegyünk a helyszínre, megbeszélünk mindent, hogy mi lesz az egész napi projekt, aztán igazából kezdődött vesz egy mókás klipforgatás, ahol tehát többen összegyűlünk, és akkor itt elkezdődik a forgatás. Tehát nagyjából úgy ennyi. Tehát. Továbbiakban is sok sikert kívánunk neked, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!